Külön jelölést kaphatnak a GMO-mentes élelmiszerek, takarmánynövények, az ezekből készült egyes összetett termékek is. Magyarország alaptörvénye szigorúan tiltja a genetikailag módosított növénykultúrák termesztését. Magyarország továbbra is kiáll a GMO-mentesség mellett. Itthon tiltott a genetikailag módosított növénykultúrák termesztése, de az Európai Uniós szabályozás szerint, ha egy adott GMO-t tartalmazó élelmiszert az Unióban engedélyeztek élelmiszer célú felhasználásra, akkor azt forgalomba lehet hozni az Európai Unió területén, tehát Magyarországra is kerülhet ilyen áru. Ezeknél a termékeknél a GMO jelenlétére utalni kell. Szeptember végétől lépett életbe egy új rendelet itthon, amely lehetővé teszi, hogy külön jelölést kapjon a GMO-mentes élelmiszer, takarmány, az ezekből készült egyes összetett termékek, valamint a GMO-mentes takarmánnyal etetett állatoktól származó hús, hal, tojás, tej, illetve a GMO-mentes méz. A jelölés használata önkéntes, a termék előállítójának biztosítania és igazolnia kell, hogy az összetevők nem tartalmaznak genetikailag módosított elemeket. Állati eredetű termékeknél azt is, hogy az állatok GMO-mentes etetése az élelmiszerláncban nyomon követhető. A Nébik példája szerint egy szarvasmarhahúsnál akkor használható a GMO-mentes termelésből a hús GMO-mentes takarmánnyal etetett állattól származik jelölés, ha az állat levágása előtt legalább 1 évig nem kapott GMO-s takarmányt. A példákat folytatjuk itt a stúdióban, vendégem Vajda Lajos, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért fontos ez az új szabályozás, miért fontos ez az új rendelet? Ugye, ahogyan elhangzott ebben a bejátszásban is, Magyarországon fontosnak tartják azt, hogy tiltott legyen a GMO-s termék. Igen, nagyon jó volt a felvezetés. Egyrészt ugye azt is megtudtuk, hogy ha egy élelmiszer, ami engedélyezett GMO-t tartalmaz, hogyha az Európai Unióban megjelenik, akkor az ugyanúgy Magyarországon is megjelenhet, illetve az is benne volt a felvezetésben, hogy Magyarország tiltja a genetikailag módosított növények termesztését a köztermesztésben. Alkotmányban van rögzítve, hogy a genetikailag módosított termeléstől a magyar gazdaságot távol kell tartani. Azt mondhatom, hogy mind az Európai Unió emberei, de Magyarország is bizalmatlan a genetikailag módosított termékekkel kapcsolatban. Eddig is volt szabályozás az Unióban, nemzeti szabályozás nem volt, uniós szabályozás volt, ami rendelettel kötelezően alkalmazó nálunk is. A jelöléssel kapcsolatban viszont ez abba az irányba ment el, hogy azt kell jelölni, hogyha van az élelmiszerben genetikailag módosított organizmus, és az bizonyos határ fölött, itt konkrét 0,9% fölött, hogyha van, akkor az kötelező jelölni az élelmiszeren. Ilyet egyébként nem nagyon találunk a polcokon, mert nem is keresnek az emberek, és éppen ezért nem is nagyon kerül forgalomba ilyen élelmiszer. Viszont a korábbi szabályozás sem tért ki arra például, hogy az a hús, tej, vagy tojás, vagy hal vajon az élete folyamán, a felnevelése során GMO-mentes takarmánnyal volt nevelve, vagy GMO-tartalmú takarmánnyal volt nevelve. Éppen ezért a magyar jogalkotásnak az volt a célja, hogy próbáljuk a fogyasztók érdekében, a vásárlók érdekében azt megjelölni, hogyha valami garantáltan GMO-mentes. Tehát nem az, hogy GMO-tartalmú, arra van kötelezettség, hanem egy lehetőséget ad arra, hogyha valaki biztosítani és igazolni tudja, hogy a rendeletben, amit említettek, most lépett hatályba, rendeletben leírtakat be tudja tartani, akkor ő jogosult arra feltüntetni a saját termékén, hogy az GMO-mentes termelésből származik, vagy olyan állatok, GMO-mentes takarmánnyal etett állatokból származik. Ez nagyon fontos megközelítés, ez egy fordított megközelítés az uniós szabályozással szemben, mert itt a mentességet akarjuk pozitív ösztönzésként, pozitív lehetőségként az embereknek bemutatni, mivel van rá igény. A fogyasztóknak ez sokkal szembetűnőbb is, és jobban eljut a fogyasztóhoz az üzenet. Ugye mi már többször beszélgettünk élelmiszerlánc biztonsági kérdésekről, és tulajdonképpen ez a nyomon követhetőséget szolgálja ez a rendelet is, mondhatjuk így. Elhangzott itt ebben a bejátszásban az, hogy akkor lehet például a hústermékeken feltüntetni, hogy GMO-mentes, hogyha az az állat, amiből származik a hús, 1 éven át vagy 1 évre visszamenőleg nem volt etetve GMO-s takarmánynövényel. Egyébként milyen vizsgálatok utalnak erre? erre, vagy milyen vizsgálatok folynak ez irányban, hogy garantáltan GMO-mentes legyen egy hús, egy tojás, stb.? Igen, tehát a rendelet is úgy fogalmaz, és én úgy fogalmaztam, hogy aznak a vállalkozónak, aki szeretné feltüntetni majd a termékén ezt, hogy GMO-mentes termésből származik, biztosítani kell, és bizonyítania kell tudni azt, hogy megfelel a rendeletben előírt feltételeknek. Konkrét példa, ön már említette, hogy egy évig GMO-mentes takarmánnyal volt az az állat etetve. Így van, ezzel kapcsolatos, takarmányzással kapcsolatos minden dokumentációt meg kell őriznie, és azt a hatóság ellenőrzésekor be kell mutatni. Nagyon fontos egyébként, hogy az elsődleges, hogy a vállalkozó, aki meg akar felelni ennek, és akar élni az önkéntes lehetőséggel, hogy ő fel akarja tüntetni, ugyanis ez nem kötelező, ez nagyon fontos, talán a felvezetésben is volt, hogy ez egy önkéntes lehetőség, akkor ő ezt tudja bizonyítani. A nyomon követhetőség, mint az élelmiszerbiztonság sarokköve, ezt mondhatjuk, itt különösen biztosított legyen, és az ezzel kapcsolatos minden dokumentációt 5 évig kell megőrizni, ez sokkal szigorúbb, mint egyéb dokumentációkat, általában 2-3 év szokott lenni, itt 5 évig kell megőrizni. Konkrétan takarmánynál konkrét kérdés, hogy lehet azt bizonyítani. Például valamennyi szállítmány, például szója, mint a leggyakrabban, legközismertebben génmanipulált szójatermelés. Ugye ma már a világ több mint 80%-a GMO-s szója termelődik, jóval drágább is a GMO-mentes szója, de ma már úgy néz ki a kereslet olyan nagy, hogy majdnem nem tudják azt kielégíteni, hogy GMO-mentes szója legyen. Tehát a lényeg, hogyha olyan országból jön, ahol engedélyezett egyébként annak a például GMO szójának a termesztése, minden egyes szállítmánnyal kísérni kell akkreditált laboratóriumban elvégzett vizsgálatnak, hogy az a konkrét szállítmány is GMO-mentes. A jelöléssel összefügg a veszélyek és a kockázatok. Miért tiltjuk, vagy egyébként az európai országokban máshol is miért tiltják a GMO-s termékeket és a takarmánynövényeket is? Nagyon nehéz ezt megválaszolni, illetve nem is biztos, hogy én meg tudom válaszolni. Az biztos, hogy az emberekben van egy bizalmatlanság, ezzel szemben, ahogy említettem is, de az, hogy miért tiltott, ennek gazdasági oka van, környezetvédelmi oka van, etikai okot is felhoznak, akik ellene vannak, illetve politikai oka is vannak, hogy tiltják, nem tiltják, a gazdaság miatt természetesen politikai okok is előfordulnak, mert ugye is növénytermesztésről beszélünk, itt a növénytermesztés, de genetikailag módosított állatok is lehetnek, sőt, ad abszurdum embert is lehet genetikailag módosítani, ezért mondom, etikai kérdéseket is felvet ez. Tehát ez emellett érvelnek, hogy ezzel a környezetbe a fenntartó fejlődés úgy beleavatkoznának a tudósok, hogy az veszélyeztetné az egész környezetünket, ez a fő érv ellene. Konkrét példa a kukorica, például amit genetikailag módosítanak, olyanokat állítanak elő, például az egyik fajta az, ami vegyszer ellenálló, tehát olyan lesz a kukorica, hogy hogyha levegyszerezik, minden elpusztul körülötte, csak a kukorica marad életben. Vagy a másik, mikor úgy módosítják a kukoricát, hogy ő maga termelje a rovarírtószert, a rovarírtó mérget, és akkor nem kell permitezni, hanem ő maga pusztítja el a rászálló rovarokat, amelyek egyébként megtámadnák. Hát belegondolhatunk, hogy ez milyen veszélyes is lehet, illetve igazából hosszú távon ennek a következményét még senki nem tudta levezetni. Egyrésztről nem is lehetett, illetve másik, hogy vitatják is, hogy milyen következményei lehetnek hosszú távon. Igen, bizonyos betegségekre is rezisztensek, és antibiotikumokra is rezisztensek ezek a növények, és hogyha bekerülnek az emberi vagy az élő szervezetbe, akkor ezek tovább bizonyos verziókat, változatokat képezhetnek. Rengeteg kockázat van benne. Hogyha megnézzük azt, hogy gazdaságilag, mert említette, hogy gazdasági szempontok is meghatározzák, hogy egy-egy ország tiltja a GMO-t, vagy akár pártolja is, akkor az egyik olcsóbb, a másik drágább, vagy az egyikből többet lehet termelni, másikból kevesebbet? Mire gondoljunk? Hát itt mindenképpen a genetikai módosításnak a célja az is, hogy minél nagyobb terméshozam legyen. Minél nagyobb terméshozam legyen, és éppen ezért lehetséges, hogy kevesebb befektetéssel már akkor utána nagyobb terméshozamot lehet elérni, és ezért nagyobb gazdasági hasznot. Hozzáteszem, hogy ezek a Magyarországon beszéltünk is róla, tilos köztermesztésben genetikailag módosított, engedélyezett genetikailag módosított növényeket is termeszteni. Elsősorban ugye Amerikából, Kanadából jönnek be ezek a termékek, vagy Brazíliából, Argentinából, de például a rizs az Kínából, tehát ezekről a tájakról jönnek, ott termelik a köztermesztésben ezeket a növényeket, és egyre inkább abba az irányban mozdul el egyébként a kutatás, hogy hol lehetne területeket találni ahhoz, hogy GMO-mentes termelést lehessen folytatni, és én úgy gondolom egyébként, hogy Magyarországon is vannak lehetőségek és potenciál, hogy GMO-mentes szóját akár Magyarországon is termeljünk. De nagyon érdekes téma. Még egy nagyon fontos kérdés röviden, van egy egységes jelzés erre a GMO-mentes jelölésre itthon Magyarországon, vagy pedig ez rá van bízva a vállalkozásra, hogy mit használ? Semmiképpen a rendelet pontosan szabályozza, tehát nincs a vállalkozóra rábízva. Pontosan rá van írva az, hogy GMO-mentes termelésből származik ez az egyik, illetve a másik, hogy GMO-mentes takarmánnyal etetett állattól származik, illetve nagyon fontos, hogy a rendelet arra is kitér, hogy ez a feliratozás nem sugallhatja azt, hogy ez az élelmiszer, ez kedvezőbb érzékszervi vagy táplálkozási hatással bír, mint a nem GMO-s, illetve az, hogy esetleg, hogy a egészségre jobb hatással van, ezt nem sugallhatja, ez már egy tilos félrevezető jelölés lenne. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen.